Augusztus 20-án a templomban előadást tartottak a gyerekek István király életéről Harmat József rendezésében. Az erről készült felvételénket a következőkben tekinthetik meg.
Magányosnak érzem magam. Elvesztél
miatt jó tanácsait kell nélkülöznöm, hanem hűséges szeretetét is. Ezért arra kérlek, maradj mellettem, és légy fiamnak, Imrének is kegyes oktatója. Engedelmes legyen, Uram, és maradok. Thank you.
tanulságot, amit tőlem megtanultatok. Így hát az én megbízatásom véget ér. El akarsz hagyni minket, tisztességet keresni? Nem érzed itt van magad nálunk. Egyre ritkább hajt eszembe szülőföldön, de most már az Úrnak kell lenni rám. Ezért kérlek, bocsáss el szolgálatokból, hogy remekeségbe gondolsak. Az isteni hívás erősebb a királyi karosnál. Menj, Isten vigyázzon fel. Thank you.
segítsd, hogy a magyarok családfája mindig életerős legyen. Védd a viharoktól, édes nemzetem. Ámen. Thank you.
bánatnak az ideje. De te, király, ahelyett, hogy megbántad volna föltelmes bűneidet, még te tészed azokat 50 ártatlan ember véreutásával. Ezért most hallgass meg iszonyú sorsod, ami rád vár. Megjövendőlöm neked, hogy alig múlik el egy év, mint üldözött vad, menekülsz, de elfognak. És mint ahogy te sem kegyelmeztél meg senkinek, neked sem kegyelmeznek majd, fejed a húvén parlós által a földre. István király, régünk hűséges embereink, gyermekeink, családokból érkeztek, és megegyeztek, hogy haza vigyák Petrét, és ők koronázzák meg. Később elérte, holnap estére már az Úr mennyei asztalához vagyunk hivatalosan. Másnap reggel, 1400. szeptember 24-én gyermekiségbombot, vagy így kezdte beszélni. Keresztény magyarok, több mint 30 esztendeje annak, hogy szülőhazámat fölcserélte az égekkel, és beszédet mondtam a Fehérvári nagy templomban. Akkor egy látomás előtt megelőttem. Akkor tudtam, hogy így nyerem el a vértanúság koszorúját. A nap elérkezett. Íme, megáldalak benneteket, és veletek együtt az egész magyar népet, még azokat is, akik csak hosszú évszázadok után születtek meg a hazába, és azokat is, akik magyarnak vallják magukat, bárhol se éljenek a világban. Thank you.
következő mesefelolvasásunkban Benedek Elek a Csillagszemű Juhász című mesét hallgathatják meg Rekeszki Zoltán előadásában. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Benedek Elek, a Csillagszemű Juhász. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, az Operenciás tengeren innét, volt egyszer egy király. Szörnyű hatalmas volt ez a király, féltek a népek tőle, ha messziről látták, reszkedtek tőle, mint a nyárfa levél. Ha ez a király egyet tüsszentett, kengyelfutók s lovas legények vitték hírét az egész országban, s aki nem mondta, adj Isten egészségére, az bizony halálfia volt. Nem is akadt az egész országban, csak egy ember, ki nem mondja, hogy adj Isten egészségére. Ez a Csillagszemű Juhász volt. Nosza, megfogták a király emberei a Csillagszemű Juhászt, vitték a király színe elé, s jelentették. Ihol felséges királyom, ez a Csillagszemű Juhász nem akarja mondani, hogy adj Isten egészségére. Hely szörnyű haragra lobbant a király. Mit, te nem mondod, hogy adj Isten egészségemre? Dehogy nem mondom, fenséges királyom, bizony mondom, hogy adj Isten egészségemre. Nem az egészségemre, hanem az egészségére, hiszen mondtam, felséges királyom, egészségemre. Megrántja az udvarmester a juhász subáját, súgja neki. Te szamár, mondjad, hogy adj Isten egészségére. De már azt nem mondom, mondta a juhász, amíg a király ő felsége a lányát hozzám nem adja. Ott volt a király kisasszony a szobában, megtetszett neki a Csillagszemű Juhász, jó szívvel a felesége is lett volna, de nem mert szólni, hanem a királynak sem kellett egyéb, csak ezt hallja, mindjárt bekiáltotta a katonáit. Vigyétek ezt a legényt, s vessétek a fehér medve tömlöcébe. Leviszik a legényt a tömlöcbe, hát ott fels alá járkál a fehér medve nagy morogva, három napja nem evett, egy falást nem adtak neki enni, hogy jó kiéheztessék, hadd szaggassa széjjel a juhászt. Ahogy a juhász belépett, felállott a két hátsó lábára, nagyot bődült. No most, Csillagszemű Juhász, vége az életednek? De halljatok csodát, mikor a medve meglátta a juhász csillagszemét, egyszeriben megjuhászodott, lefeküdt a földre, meg sem mozdult. A Csillagszemű Juhász pedig egész éjjel dúdolt, fütyült, s mikor reggel lement az udvarmester, szeme szája tátva maradt. Azt hitte, hogy csontját sem találja szegény juhásznak, s hát ím ott állott előtte elevenen, kutyabaja sem volt. Fölvezetik a juhászt a királyhoz, s jelentik, felséges királyom, él a juhász. Jól van, jól, mondja a király, de azért megijedtél, ugye? Hát most mondod-e, hogy adj Isten egészségére? Felel a juhász, nem, amíg a lányát nem, nekem nem adja, ha 10 halába megyek is. No hát vessétek 10 halába, rikkantott a király. Vitték a legény tömlöcbe, amelyikbe 10 óriás sündisznó volt elzárva, de bezzeg ezek nem szedédültek meg a szemétől, mert egyszerre 10 sündisznónak nem nézhetett a szemébe. Noha nem volt a Csillagszemű Juhásznak egy szépen szóló furujája. Azt a subája alól előhúzta, elkezdett furujázni, kezdte andalgósan, folytatta szaporázva. S hát, uram teremtőm, táncra kerekedtek a sündisznók, járták elébb lassan, aztán sebesebben, addig járták, míg el nem dűltek, s azután lefeküdtek, aludtak, mint a bunda. Megy le reggel az udvarmester, összecsapja kezét. Hát te élsz? Kérdezi a Csillagszemű juhásztól. Nem is halok, megmondja a juhász, még a király lánya a feleségem nem lesz. Fölvezetik a király színe elé. No te legény, mondja a király, most már 10 halál torkában voltál. Még most sem mondod, hogy adj Isten egészségére? Nem én, felséges királyom, még ha 100 halálba visznek is, még a lányát nekem nem adja. Hát akkor vigyétek 100 halálba, ordított a király nagy haraggal, s vitték a Csillagszemű Juhászt le abba a tömlöcbe, amelynek közepén volt egy kút, annak a belseje ki volt rakva 100 kaszával, a fenekén égett egy mécses. Akit abba beledobtak, az onnét élve ki nem került soha. Helyszegény fejem, gondolta magában a juhász, ennek már felesett réfa.
Szól a katonáknak, menjenek egy kicsit ki a tömlőcből addig, míg gondolkozik, hogy mondja-e, adj Isten egészségére. Kimennek a katonák, s a juhász nagy hirtelen a fokosát beleszúrja a kút köblébe, s a fokosra ráakasztja a tarisznyáját, aztán rá a subáját, a suba nyakára az árvalányhajas kalapját, s azzal szépen meghúzódik a tömlőc sarkában. Bejöttek a katonák, s kérdik, no, meggondoltad-e magad? Meggondoltam, mondja a juhász, de mégsem mondom, hogy adj Isten egészségére. No bizony, ha nem mondod, belé is taszítunk a kútba. A katonák azt hitték, hogy a juhász már ott áll a kút mellett, a subáját, a fokosát, mindenét beletaszították a kútba, és mikor látták, hogy a kút fenekén a mécses kialudt, szentül azt hitték, hogy meghalt a juhász. Megy le reggel az udvarmester, hogy lássa ő is, igazán elpusztult-e a csillagszemű juhász. Hát halljátok, csak ott ül a kút mellett, és furuljázott. Felviszik a király elé, s mondja neki a király. No te legény, mostan 100 halálban voltál, mondod-e, hogy adj Isten egészségére? Nem én, felséges királyom, még a lányát nekem nem adja. Abból nem lesz semmi, mondta a király, pedig nem tudom, mit adott volna azért, ha a juhász azt mondja egyszer, hogy adj Isten egészségére. Hiszen, gondolta a király, majd kevesebbel is megelégszelte. Befogatott a bársonyos hintajába, maga mellé ültette a csillagszemű juhászt, s úgy hajtott az ezüsterdőbe. Mondja neki, látod-e ezt az ezüsterdőt, te juhász? Neked adom, ha azt mondod, hogy adj Isten egészségére. Tetszett a juhásznak az erdő, de most is azt mondta, addig nem, felséges királyom, míg a lányát nekem nem adja. Aztán az erdőből kihajtatott a király, s messziről ragyogott feléjük az aranyvár. Látod-e azt az aranyvárat, juhász? Neked adom, ha azt mondod, adj Isten egészségére. Nem mondom, felséges királyom, míg nekem nem adja a lányát. Mentek tovább, s értek a gyémántóhoz. No te juhász, mondja a király, neked adom az ezüsterdőt, az aranyvárat, s a gyémántavat, csak egyszer mondjad, hogy adj Isten egészségére. Nem mondom én, felséges királyom, míg a lányát nekem nem adja. Hát jó van, neked adom a lányomat, de aztán mondjad is, hogy adj Isten egészségére. Na, hazamentek, s a király mindjárt kihirdeti az egész országban, hogy férjhez adja a lányát a csillagszemű juhászhoz. Jöjjön, aki jöhet a vendégségbe, lesz étel, ital elegendő, különösen, ha hoznak magukkal. Hiszen lett lakodalom 7 országra szóló, ott ült a csillagszemű juhász a király mellett, ettek, ittak, vígan voltak. Egyszer azután hozzák a tormás húst, nagyot prüsszent erre a király, s hadarja egymás után a csillagszemű juhász. Adj Isten egészségére, adj Isten egészségére, adj Isten egészségére, mondta valami 100-szor. Jaj, ne mondd tovább, inkább neked adom az egész országomat. Ott egyszerében meg is koronázták a juhászt, ő lett a király, de bezzeg jó sora lett ezután a népnek, szerették is ezt a királyt. Ha prüsszentett, egy szívvel, egy lélekkel kiáltotta mindenki, adj Isten egészségére. Aki nem hiszi, járjon a végére, s ezt a mesét adj Isten egészségére. Az egy héten át tartó színházi fesztiválon a Takó Lajos és ütős hangszerrel játszó tanítványai tartottak előadást, melyet most önök is megtekinthetnek.
Thank you.
augusztus 20-a, a Magyar Állam Alapítás ünnepe, amikor a tündérkertben Imre atya megszenteli az új kenyeret. Most következőkben az idei kenyérszentelőt tekinthetik meg. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, immár sokadszorra, azt hiszem hetedszerre tartjuk meg ezt a nagyon-nagyon bensőséges kis ünnepet itt a kertben. Csinálj olyan valamit, ami boldoggá tesz, hogy a lélek szeressen benned lakni. Én azt hiszem, hogy ezzel a kenyérsütéssel megtaláltam ezt, hogy hétről hétre várom azt a reggelt, akármilyen korai az. Most 0-0 órakor kezdődött ez a nap, és remélem, hogy így is fog folytatódni. Egy kenyérsütéssel fogom ezt a mai napot zárni még. És nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek, és biztosan tudjátok, hogy a kenyérsütés az nem egyszerű dolog. Minden rezgésemet beleviszem. És amikor legjobban szeretném, hogy sikerüljön, akkor a legjobban sikerül természetesen, de az, hogy külalakra nem igazán olyan lett a kenyerem, tehát nem akarok ez miatt mentegetőzni, de nagyon-nagyon jó szívvel készítettem nektek, és fantasztikus lett az íze, mert azért én már kóstoltam. De azért még mielőtt eljutnánk ide, hogy meg is kóstoljuk a kenyeret, szeretném átadni, és szeretném köszönteni körünkben Nagy Sándor polgármester urat, és nagyon megtisztelő, hogy immár évek óta eljönnek Imre atyával, és tulajdonképpen segítenek nekem, hogy egy kicsit bensőségesévé tesztük ezt az ünnepet. Jó napot kívánok, én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és hadd legyen az első szó a köszönetért. Azért is szeretnék köszönetet mondani, hogy mindig Marika kezdi gyakorlatilag az augusztus 20-ai ünnepség sorozatot, és azért is köszönetet szeretnék mondani, hogy évről évre nem felejteted el velünk, hogy milyen az igazi kenyér, amiben tényleg, ahogy te mondtad, a rezgésed, a szíved, a lelked, minden benne van, sőt, még azoknak is a munkája, akik még annak idején gabonát vetettek, majd arattak, majd lisztet őrültek. Úgyhogy ezt is nagyon-nagyon szépen köszönöm, és valamennyiünk nevében köszönöm, hogy valóban egy bensőséges kis délután tölthetünk el itt veled együtt, kiki rövidebben, kiki hosszabban. Imre atyának meg külön köszönöm, hogy ő is ugyanilyen fontosnak tartja azt, hogy az új kenyér ünnepe, ez a bensőséges ünneplés, ez valóban a város és az egyház részéről hasonlóképpen idézelben részesülhessünk benne. Azt gondolom, hogy Marika mondta el a legszebbet, hogy hogyan kell kenyeret sütni. És nem arról panaszkodott, hogy milyen fáradt, mert éjfélkor neki kezdett ennek, hanem azt mondta, hogy neki ez milyen örömet jelent, és hogyan készül, és hogyan várja azt az újabb időpontot, amikor hétről hétre tulajdonképpen két egyforma kenyér nem fog készülni. Mindig egy picit másabb, mindig egy picit más formájú is, de ahogy mondtad, ez számodra egy ünnep. Én köszönöm szépen, hogy ezt az ünnepet megosztod velünk. Köszönöm szépen, hogy megmered mutatni ezt a fajta tudásodat, és egyre több embert elhívsz ide, akik hasonlóképpen készülnek, vagy éppen vendégként vannak csak jelen. A lényeg mégis az, hogy többségében szép ruhát veszünk föl, többségében a bensőket is ünnepélyessé tesszük, és valóban ünnepként éljük meg az augusztus 20-a környékét, az új kenyeret, és nem utolsó sorba, nálunk itt a városba, mégiscsak védőszentünknek, Szent Istvánnak a tiszteletét, az ünnepét. Holnap is egésznapos rendezvénysorozat lesz a városba, annyi különbséggel, hogy a Szent Mise után még körmendet is lesz most már, annyi különbséggel, hogy most is díszpolgárt avatunk, és jelen pillanatban úgy tűnik, hogy már megérkeztek díszpolgár jelöltjeink, akikhez én 2:30-kor már mennem is kell. Habsburg Sándor és felesége, főhercegi pár lesz Kistelekváros díszpolgára. Csak zárójelben ez azért van, mert annak idején a városunkat Mária Terézia alapító levele alapján hozták létre, és Habsburg Sándor főherceg egyenes ági leszármazottja Mária Teréziának, és
és azt gondolom, egy városnak, egy településnek tisztelettel kell lenni a múltja iránt, még ha megoszlanak azok a vélemények, hogy Labanc, Habsburg és a többi történetek, amit úgy mondanak az emberek, de mégis azt gondolom, tiszteletünk jeléül, a múltunk iránti tiszteletünk jeléül, mégiscsak alapítónknak, egy egyenes ági leszármazottjának díszpolgári címet adunk. Utána néztem, hogy régen mennyire volt jellemző az, hogy Kistelekre mondjuk főhercegi pár jött. 1929-ben II. József volt itt június 9-én, ezt megelőzően, ők most már ugyan harmadszor vannak, tehát mégiscsak én jó magam, és azt gondolom a város is büszke arra, hogy főhercegi pár lesz holnap. És ezzel ezt a lehetőséget kihasználtam, hogy invitáljak mindenkit szentmisére, majd az azt követő ünnepségsorozatra. És valóban ez a kezdet, amit most Marika teremtett meg nekünk, valóban egy hosszabban tartó ünneplés sorozattá váljon. Isten éltessen még nagyon sokáig, vigyázzon rád a Jóisten és mindazokra, akik kenyeret tesznek az asztalra. Mi pedig azt gondolom, hogy kellő alázattal tiszteljük ezt a munkát, ezt a fajta terméket, amiről Atya azt gondolom még közelebbiket fog mondani. Köszönöm szépen! Kedves Marika, kedves polgármester úr, kedves vendégek! Amikor ide jövünk, akkor a lélek szeret bennünk lakni. Az a közeg, az a családias, békés, nyugodt hangulat uralkodik itt, ami felbecsülhetetlen. És nem véletlenül jövünk el polgármester úrral, önökkel együtt ide, évről évre, hogy itt nyissuk meg a város legnagyobb ünnepének, Szent István államalapító királynak az ünnepét. Eljövünk azért, hogy együtt legyünk, és hogy megáldjuk, megszenteljük az új kenyeret. Azt a kenyeret, ami a munkának, a szorgalomnak, a kitartásnak, az együvé tartozásnak a jelképe. Hiszen mikor kenyér kerül az asztalra, abban benne van az embernek az áldozata, és amikor asztalhoz ülünk, az a legbensőségesebb közösségnek a jele. Hiszen általában azokkal szoktunk asztalközösséget vállalni, akik közel állnak hozzánk, akik fontosak számunkra. Marika ma itt asztalt terített számunkra. Holnap polgármester úr a város egy nagyobb asztalt terít számunkra, ahová mindannyian hivatalosak vagyunk, és kifejezhetjük azt, hogy összetartozunk, együvé tartozunk. Azt is mondhatnánk, hogy holnap országszerte megterítik a nemzet asztalát, ahová a nemzet tagjai összejönnek, megállnak, és azokkal vannak, akik számukra fontosak, akiket szeretnek, akiket becsülnek, akikkel együtt dolgoznak, együtt élnek. Ünnep az, amikor meg tudunk állni, egymásra tudunk figyelni, egymás szemébe tudunk tekinteni, és egy asztalközösséget tudunk alkotni. Elkezdődik ez most itt, kicsibe, holnap pedig folytatjuk a tágabb közösséggel, a város polgáraival és azokkal a kedves vendégekkel, akik eljöttek ide hozzánk, hogy velünk ünnepeljenek. Ilyen értelemben holnap egyé válik a nemzet. És Szent István király ezen munkálkodott, hogy a nemzetet egyesítse. Békességben, hitben és szeretetben. A kenyér ennek a jelképe. Így hát, amikor most megáldom ezeket az új kenyereket, akkor arra kérem a Jóistent, hogy Szent István király közbenjárására áldja meg népünket, nemzetünket, áldja meg kis
és nagy közösségeinket, áldja meg családjainkat, Marikát, aki évről évre idehív bennünket az ő asztalához, áldja meg városunkat, városunk vezetőit, és minden egyes polgárát, családját, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük szépen, és akkor megszegjük, és akkor a segítőimmel körbe kínáljuk. Azután meg szeretném, hogyha meg szeretnétek kóstolni finom kacsazsírral, akkor gyertek ide az asztalhoz, és akkor itt megtehetitek. És akkor köszönjük szépen a vendégünknek is, Istvánnak, hogy hozott általa készített nagyon-nagyon finom kenyeret, hiszen évről évre kóstolhatjuk.